azzal kezdenénk egyébként, hogy a szimfónia, a program az nagyon egyszerű, hangzik az, hogy zenét tanítunk cigány gyerekeknek. Nagyon fontos az, hogy mi zenélünk, hogy szociálisan figyelünk az egyénekre, de a közösségépítés ennek a célja és a legfontosabb része. És az nagyon fontos, hogyha bármelyik irányba elcsúsztatjuk magunkat, tehát egy kicsit jobban foglalkozunk a zenével, kicsit hangszertechnikával foglalkozunk, szét fog esni a közösség és el fognak szublimálni a gyerekek. Nagyon fontos, egyszerre figyelünk mindenre, ez egy nagyon érzékeny program ebből a szempontból. Talán nagyon röviden megfogalmazva, a zenét használjuk eszköznek arra, hogy szociálisan neveljük a gyerekeket. Ez nagyon fontos, hogy nem zenét tanítunk és szociálisan nevelünk, hanem a zenén keresztül nevelünk szociálisan. Nagyon röviden így foglalhatnám össze. Én csak egy pár szót mondanék a Máltai Szeretetszolgálatról. A hitvédelme és a szegények szolgálata, ez a mi mottónk. 89-ben alakult a Szeretetszolgálat, azóta nagyon-nagyon sok program fut. Nem a karitatív tevékenység az elsődleges, amit mi folytatunk. Nagyon fontos, de a jól irányzott szociális munka sokkal-sokkal fontosabb, és mindennél többet ér. Ami itt a képen van, az a Pécsi Györgytelepnek egy régi háza, ebből lett később a közösségi házunk ebből az épületből. Ott egy jelenlét program működik, ami kifejezetten egy ott létet jelent, tehát azt jelenti, hogy mi is jelen vagyunk a telepen, mi is ott együtt lélegzünk az ott lakókkal, figyelünk, igyekszünk mindenkivel kapcsolatban lenni folyamatosan. Magyar Örökségdíjat tüntették ki a jelenlét programot, ez szerintem egy nagyon-nagyon szép elismerés. Máltai sportprogram is nagyon hasonló, kifejezetten fiatalok motivációját igyekszik felépíteni vagy megtartani, és a Máltai Szimfónia program is itt foglal helyet, mi is a motivációra tudunk elsőként hatni. Nézzük a következő diát. Igen, alapvetően a zenei program egy program a Máltának a sok programja között, tehát egy komplex fejlesztésről beszélünk, ugye a jelenlét programoknak nagyon sok része van, a zenei nevelés az egy része ennek a komplex programnak. A zenei nevelésnek az ötlete, tehát hogy a zene gyakorlatilag szociális eszköznek használható, ez az ötlet tulajdonképpen Dél-Amerikába jött hozzánk. Venezuelában már több mint 40 éve működnek ilyen szociális zenei programok. A célja egyszerűen az volt 40 évvel ezelőtt, hogy Caracasnak a nyomornegyedében élő utcagyerekeket zene segítségével lekötöttek délutánonként sok órában, belülük zenekarokat alapítottak. Ez annyira sikeres volt, hogy mai nap már 700 ezer gyerek vesz részt hasonló foglalkozásokon Venezuela szerte, és ezzel adnak jövőképet a gyerekeknek, hogy az utcán ülés helyett tartalmasan töltsék az idejüket, és célokat kapjanak az életre. Én személy szerint egy évet volt szerencsém Dél-Amerikában tölteni Bolíviában, ott is működik hasonló zenei program. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ott megtapasztalhattam a zenének ezt a fajta erejét, és hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál aztán Magyarországon azóta is tudom kamatoztatni az ott megszerzett tapasztalatokat. Igen, az első lépés itthon Magyarországon Monoron történt. 2013 nyarán indítottunk egy ilyen kísérletet, 6 héten keresztül voltunk innen a Monori cigánytelepen, ahol hát önkéntes zenetanárokkal együtt kezdtünk el dolgozni, és 6 hét alatt gyakorlatilag az volt a kérdésünk, hogy az, amit Dél-Amerikában látjuk, hogy nagyon jól működik, az abban a kultúrközegben, ahol mi élünk, itt is van ennek létjogosultsága. Hát egyértelmű volt a válasz 6 hét után, hogy gyerekeket nagyon könnyű volt motiválni, nagyon lelkesen fogadták a lehetőséget, hogy csellózni, hegedülni tanulhatnak, és hát már 6 hét után szeptemberben egy kis koncerttel tudtunk megmutatni, hogy mire jutottunk a nyáron. Volt egy marokkni csapat, akikkel tényleg komoly repertoárt tudtunk megtanulni ez alatt a 6 hét alatt. És októbertől kezdve pedig elindult a rendszeres foglalkozás is Monoron. Egy évvel később pedig egy egyéb projekteknek, támogatásnak köszönhetően az ország számos területén el tudtuk indítani ezt a programot. Igen, jelenleg 8 helyszínen működünk az országban. 5 éve működünk, tehát ez azt jelenti, hogy bármennyire is van nagyon sok helyzetre kialakult módszerünk, vagy cselekvési tervünk, vagy ötletünk, azért ez még mindig egy kísérleti program. Nem lehet azt mondani, hogy általánosan van egy leírásunk, amit odaviszünk egy iskolába, és akkor ez jó lesz. Nagyon-nagyon sok mindennek a függvénye. Azért is írtuk le, hogy változatosak a helyszínek, mint hangszercsoport szerint, gitár, ütős, vonós, részfúvós, cimbalom, nagyon-nagyon sok hangszerrel foglalkozunk, és ez azért van, mert a gyerekek nem a hangszerhez csatlakoznak, hanem mindig az emberhez. Én azt szoktam mindig mondani, hogy részfúvós hangszereket tanítok, de ha én hegedűt tanítanék, pont ugyanazok a gyerekek tanulnának nálam. Ez szerintem minden helyszín nagyon fontos, hogy mi magunkat visszük oda, és együtt próbálunk mi is a gyerekekkel jelen lenni. Ez a jelenlét programoknak a lényege. Van ehhez gondolatod esetleg?
értessünk. Igen, talán egy pár szót szólnánk akkor arról, hogy mit is csinálunk, és mi is egyáltalán a célja a Máltai Szimfónia programnak. Talán onnan kezdeném, a délelőtt folyamán már elhangzott az, hogy mik azok a feltételek, amik kellenek egy hátrányos helyzetből jövő fiatalnak ahhoz, hogy sikeres felnőtté váljon, hogy megállja a helyét az életben. És elhangzottak már ezek a fontos pontok, amiket csak ismételnék. Először is fontos az, hogy jövőképe legyen, reális elképzelése legyen ahhoz, hogy mit akar, és szükséges az, hogy egy olyan önbizalma legyen neki, hogy elhiggye magáról, hogy ezt meg tudja valósítani. Az, hogy jövőképe legyen, ahhoz először is kellenek példaképek a környezetéből, az, hogy meg tudja valósítani, az pedig nagyon fontos az, hogy múltból olyan tapasztalatai legyenek, hogy ő már egyszer megélte azt, hogy volt egy célja, és ezt lépésről lépésre el tudta érni, és a végén meg tudta veregetni a saját vállát, hogy én erre képes vagyok. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit adhatunk a programban, hogy ilyen élményeket adunk a gyerekeknek a zenén keresztül. És ebben a zene egy kitűnő eszköz. Nagyon sok más jó hatása is van a zenélésnek, itt sorolhatnám hosszasan, hogy érzelmi intelligencia, hogy transferhatások a matematikára, hosszas tanulmányok vannak a zene jótékony hatásairól, én ezt tartom a legfontosabbnak. Olyan sikercélokat, olyan siker élményt adunk a gyerekeknek, amit aztán át tud rakni az élet más területére, és elhiszi magáról, hogy ő tud sikeres lenni. És igen, amit István mondott, az az öt pont nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon egyetértek vele. Mi ebből nyilván elsősorban motivációra tudunk hatni, esetleg a közösségre, mert a zenét azt többen hallgatják együtt, és azt többen élvezik egyszerre. És a zene az azért nagyon jó eszköz egyébként, mert a legszétesettebb társadalmoknak és a legszétesettebb közösségeknek is az aktív része, akkor is, hogyha ez 1000 watt meg kisgrofon formájában van, onnan el tudunk indulni. Onnan már érdekli a gyerekeket menő zenélni. Bármelyik iskolába megyünk, és azt szoktam mondani, hogy ha elővesz egy hegedűt, akkor 20 gyerekből 20 ki akarja próbálni. Egy középosztálybeli iskolában ez nem biztos, hogy így van, mert már mindenki unja. Szerintem lépünk. Itt az a fontos különbség, hogy általában egy olyan ingerszegény környezetből jönnek a gyerekek, ahol egy hangszer tényleg egy attrakció. Tehát nincs olyan, hogy ne akarja kipróbálni. Egy középosztálybeli gyerek számára lehet, hogy egy hangszer az már csak egy lehetőség a sok közül. Én mondom szívesen. Azért fontos, tehát a zene nagyon fontos, de az sokkal fontosabb, hogy mi közösségben zenélünk. Nem egyéni órákat tartunk, hanem kis csoportokban. Ez nyilván azt jelenti, hogy hangszertechnikában nem haladunk annyira, ellenben örömben sokkal inkább, mert rögtön közös zenélési élményt kapunk, közös zenélésnek az örömét csapoljuk le, és ez visszahat mindenkire. Nagyon-nagyon fontos ez a két kis dolog, amit kiírtunk, hogy bizalmi kapcsolat épül ki. Zenével átszőtt kis csoportos, rendszeres találkozás az előbb-utóbb olyan bizalmas beszélgetésekre ad okot, amivel senki másról nem fog megtörténni. Szexualitásról, kábítószerekről, egymás közötti viszonyokról, olyan intim hangulatban tudunk beszélni, ami azt tapasztaljuk, hogy senkivel nem tud megtörténni ebben a közegben. Talán még fontos, amikor elkezdődnek a hangszeres foglalkozások, hogy nagyon fontos az, hogy lépésről lépésre motiváljuk a gyerekeket. Egyáltalán nem természetes az, hogy itt nem az működik, mint a jóléti társadalom, hogy a szülő beíratja a gyereket a zeneiskolába, és akkor a gyerek kötelességtudóan végigjárja az évet, és legfeljebb évvégén megbeszélik, hogy folytatja vagy nem. Itt a gyereknek, hogyha nincsen kedve, akkor 6 ökörrel se tudom őt berángatni hegedű órára. Tehát csak azzal tudom berángatni, hogyha motiválom őt óráról órára. Nagyon fontos, hogy pici sikerekre bontsuk le az, hogy az első lelkes hangszer kipróbálástól kezdve eljusson az első koncertig, onnan a következő célokig. Nagyon fontos már az egy hónap után, amikor már fölmerül az első fellépésnek a gondolata, általában 3-4 hónap után megtörténik az első fellépés. Ez a fellépés azért is nagyon fontos, mert itt hallja a szülő először a gyereket játszani. Ugye nálunk nem viszik haza a hangszert a gyerekek, ennek több oka van, hogy miért nem. Velünk közösségben tanulnak, velünk együtt gyakorolnak. Általában a hangszereket, mondjuk nálunk Tarnabodon az szokott lenni, hogy 2-3 év után, hogyha nagyon megbízható és tényleg folyamatos kapcsolatunk van, akkor néha megengedjük már, hogy hazavigyék, korábban nem. Tehát
Igen, hogy az első fellépésen, amikor a szülő hallja a gyereket játszani, akkor onnantól kezdve már nem csak a gyereket magát motiválja a zene, azért mert az érdekes és élvezi, hanem akkor jön egy visszacsatolás a szülőtől, hogy a szülő hirtelen büszke a gyerekére. Végre van valamiért, amiért büszke lehet a gyerekére. Nem az, aki állandóan egyeseket hoz az iskolából, hanem büszke lehet rá. Visszahat a szülőre, visszahat a családra, és innentől kezdve visszahat a program az egész környezetére is. Az nagyon fontos, hogy egy-egy iskolában, amikor megjelentünk, és nagyon kedves, mert most régi iskolánkból vannak itt, akik hallgatják az előadást, amikor mi ott megjelentünk, szerintem az elején azt se tudták, hogy miről van szó. Jó, majd elzenélgetnek a gyerekekkel, és az első koncerteknél, amikor így látom én is, hogy megcsillannak a szemek, amikor azt mondják, hogy hú, hát ez nagyon jó. De tényleg ezt csináljátok, és olyan támogatást, olyan hátszeret kapunk, hogy nagyon-nagyon exponenciálisan tudunk fejlődni. A gyerekek motivációja nyilván az első fellépésektől, ezektől a válveregetésektől, amit akár olyan tanároktól kap, akiktől soha előtte, ez nagyon-nagyon megdobja a gyereknek az érdeklődését. És azt gondolom, hogy szinte gyorsabban tudunk haladni, mint a normál zeneiskolás rendszerben. Nyilván más mentén, mert például nekem a trombitakották alá mindig oda van írva a fogás, ettől függetlenül nagyon bonyolult dalokat el tudunk már játszani. Nem az a célunk, hogy előadó művészek legyünk, hanem hogy örömmel tudjunk együtt játszani. Pár év után nálam, mostani iskolában 2 éve tanítok, és most már megtörtént az, hogy az én 7. fiaim a zenészek. Tehát amikor egy 3. kezd el arról beszélni, hogy az Olivéra jobb trombitás, vagy a Danilo, akkor azt érzem, hogy olyan helyen, az ő fejükben olyan helyen van a zene, és ez a kisközösségi, könnyen, úgy szoktam mondani, egy kartávolságon belül lévő példakép, ami nagyon-nagyon jótékony hatással lesz később a kisközösségre, és a közösségben elfoglalt tudatos helyére. És az is megtörtént már, hogy a nagyok tanítják a kicsiket. Tehát igazából mi tulajdonképpen kópozunk a gyerekekkel, mert nyilván nem frontális zeneoktatás történik, hanem kis csoportban vagyunk. De mindemellett meghallgatjuk ugyanúgy egymás gondjait. Nagyon sok foglalkozás van, amikor nem is zenélünk, csak beszélgetünk. És sokkal fontosabb, nagyon fontos része ez is a mindennapoknak. Talán itt a példaképeknél elmondom, hogy most, hogy már ugye 4,5 éve vagyunk Tarnabodon is jelen, egyre inkább érzem azt, hogy eleinte se volt nehéz motiválni a gyerekeket, de most aztán már igazán könnyű, mert vannak a nagyok, akik példaképként szolgálnak, van a zenekar, aki már sokat utazott Budapestre már évente, nem tudom, 3-4-szer jövünk fellépni, hogy a gyerekek, tehát az első és második, harmadik osztályosok szemébe már olyan státusza van, hogy zenélni. És már alig várják, hogy harmadikosok legyenek, és velük is elkezdjünk foglalkozni. A mostani harmadik osztályba, ugye szokás szerint bementem, hogy akkor most elkezdünk foglalkozni velük, gondoltam, hogy majd lemarzsolódnak, hogy akkor ki gondolja komolyan. Hát nem, most a 16 gyerekből, aki a harmadik osztályba jár, 16-an részt vesznek a programban. Találkozók, koncertek, táborok, ezt igazából csak megemlítjük, nincs annyira idő. Nagyon-nagyon motiválja ez is a gyerekeket. Nyilván, aki egyszer volt táborban, akkor már jönnek, hogy... És akkor engem is elviszel, jönnek a kicsik. Engem is viszel táborba. Mindig mondom, hogy aki a zenekar tagja, az jön táborba. Úgy igyekszünk hangolni nyilván a repertoárunkat, hogy együtt tudjunk játszani. Tehát vannak dalok, amiket közös találkozókon együtt adunk elő. Monósokkal, részfúvósokkal, gitárosokkal. Ez nagyon-nagyon fontos elem, hogy tudjunk együtt dolgozni, majd amit le fogunk vetíteni a videóklipet a végén, azon is látszik, hogy ott egy közös repertoár van tulajdonképpen összevágva. Igen, csak kiemelném ezt én is, hogy tehát ugye 8 helyszínen dolgozunk, és ezek a 8 helyszín, ez nem külön 8 program, hanem együtt dolgozunk, tehát közös célokkal és közös fellépéseink vannak. Nagyon jó az, hogy kimozdulnak a saját közösségükből, amit egyébként nagyon ritkán tesznek, és hogy vannak ilyen távoli barátaik. A Máltai Szimfóniának már van egy ilyen Máltai Szimfóniás öntudat, hogy jönnek a Szentdrüládiak, a Tarnabodiak, a Tarnazsadányiak, jönnek a... Tehát, hogy több helyszínről, és ők egy közös programnak a részei. És hát amikor éppen nem találkoznak, akkor Facebookon keresztül nagyon intenzív kapcsolatok vannak. Gyakran szembesülök azzal, hogy a diákjaim sokkal jobban képben vannak, hogy mi történik Szentdrüládon, mint én, mert gyakrabban kommunikálnak velük a gyerekek egymás között, mint én a kollégáimmal. Az elmúlt 5 évből most sorolhatnám át ennek a sikeres fellépéseinket, csak néhányat említek meg. A Kapolcsi Művészek Völgyére fesztiválra kaptunk meghívást 1,5 évvel ezelőtt, ott léptünk föl. Többször játszottunk a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, ahol a Jószolgálat díj átadónak voltunk, úgymond a zenei produkciót adtuk hozzá.
több neves előadó vállalta azt, hogy velünk együtt fölép, mint például Karamell, mint Szalóki Ági, most Ballesterrel írtünk föl, ami a gyerekeknek egy óriási élmény, főleg a Karamell, akit tényleg ők ismernek egy példakép számukra, és egy színpadon szerepelhettek vele. Hát ez egy óriási élmények ezek a gyerekeknek. És mondjuk ezek a zenei sikerek, ugyanakkor meg az elején mondtuk, hogy nem ezek a legfontosabbak. Ezek ilyen közvetett sikerek, nyilvánvalóan ezzel megerősödnek a saját identitásukban, de az igazi sikereket én ott mondanám, hogy ez mit ad a gyerekeknek. Most már 5 év után, tavaly elballagott az első ilyen szimfóniás évfolyamunk, akiket 4 éven keresztül kísértünk végig Tarnabodon, és azt láttam, hogy az az 5 gyerek, aki végigcsinált ezt a 4 évet velünk, azok most középiskolákban, Egerbe, Hevesen tanulnak tovább, és nyilván nem vagyok jós, és nem tudom, hogy mi fog történni a jövőbe, de azt gondolom, hogy jó esélyeik vannak nekik, hogy eljussanak az érettségig. Ez egyáltalán nem természetes. Tehát hogy az elmúlt évek statisztikáiból egyáltalán nem természetes az, hogy a tarnabodi gyerekek eljutnak az érettségig. Óriási sikernek tartom azt, hogy visszajárnak hozzánk. Tehát annyira fontos lett nekik a zene, ha komolyabb koncertjeink vannak, és szükségünk van rájuk, csak egy szavunkba kerül, és jönnek fellépni velünk. Óriási sikernek élem meg azt, hogy mindazután beiratkoztak zeneiskolába, tehát Egerben és Hevesen, ahol most tovább tanulnak, és hogy nem csak, hogy megállják a helyüket, de jól megállják a helyüket. És hát nyilván a hosszú távú célunk az lenne, hogy majd tényleg, hogy megállják a helyüket az életbe, az, hogy a zene az egy része legyen a további életüknek is, az, hogy a tudás, amit megszereztek, azt tudják a jövőbe is kamatoztatni. Hogy egy kicsit több esélyük legyen akkor, amikor döntést kell hozniuk. István nagyon jól mondta egyébként, hogy igen, hozunk rossz döntéseket. Én azt gondolom, hogy a legrosszabb döntés az, amit nem hoznak meg, és én azt látom, hogy nem merik meghozni a döntéseket. Szerintem a zene az ebbe is nagyon jó. Ott kínálunk a színpadon, meg kell fújni azt a hangot. Ott megvan a helyünk, ez tudatosul bennük. Én abban hiszek, hogy ez az életük teljes területére át fog ragadni. Nagyon nagy sikernek élem meg azt, hogy élő közösségek vagyunk, tehát amikor én kisétálok a Szent Jakabi cigánytelepre Kaposváron, akkor már szokták is szidni a parasztokat, hogy ezek a parasztok élnek magunknak, és akkor mondom, hogy miért szerinted én mi vagyok. Jó van, te már közünk való vagy. Erre igazából büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ebből tudunk építkezni. Egy gondolatot nem szeretném, hogyha kimaradná, ugye beszéltünk folyamatosan arra, hogy közösséget építünk, hogy a zenekar a központi szerep, hogy ugye ma már ugye többször elhangzott az együttműködés, hát a zenekar az együttműködés magas iskolája, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe. A haladóbbnak, a kezdőbbnek együtt érünk el sikert. Tehát itt nálunk nem az individuális siker a fontos, és ez néha nem is egyszerű ezt megmagyarázni, hogy igen, neked most az a feladatod, hogy második hegedűt játsszál. Ez nehéz. Igen, hogy most nem te vagy a főember, de attól lesz szép a produkció, attól lesz jó a mű, hogyha te ezt a feladatot vállalod föl. És azt hiszem, hogy nagyon minden megvan egy zenekarban, ami a közösségre neveléshez szükséges. És nem, hogy egymást kell segítenünk, mert a közös fellépés akkor sikerül jól, hogyha egymást segítjük, nem pedig versenyzünk, hogy ki a jobb. Ezt még nagyon fontosnak tartom. Okay. Azt hiszem, hogy... Szóval a videóklipről annyit, hogy ez tulajdonképpen 3 éve készült, tehát azt gondolom, hogy zeneileg ennél azóta sokkal-sokkal tovább tartunk, de szerintem nagyon jól benne van az, hogy a kezdetektől egy közös irányelv mentén hogyan épülünk fel. Kicsit szórakoztató formában, tehát jó szórakozást kívánok, remélem a hang működni fog. Utána csak Lolótól erre fejtett Loló, Mira, Lórika, Pál. És a végén akkor a csellisták egy írhatat. Thank you.
Na jó, oké. Okay. Szuperek vagytok, ez nagyon jó. Nagyon strapás. Minden egy alkalommal, amikor felveszik az egyik szólamokat, ezért kell ilyen gondos napragásra játszani. Na, hegedűsöknek akkor köszönjük szépen már a hegedüket, akkor oda meg oda.